Sziasztok, köszöntelek benneteket! Ahogy mögöttem is látszik, tök jó idő várható a következő napokban. A változó felhőzet mellett hosszabb időre ki fog sütni a nap, illetve egy-egy helyen lehet csak gyenge eső. A hőmérséklet az átlagosság kissé melegebb lesz. Nézzük is meg az időjárási helyzetet. Ezen az ábrán a front paramétert láthatjátok. Az is szépen kirajzolódik, hogy itt Közép-Európában, illetve a Kárpát-medence felett egy nagy kiterjedésű anticiklon lesz majd a következő napokban. Ennek hatására pedig frontmentes időre számíthatunk, tehát nagyon hasonló jelleget ölt az időjárás a következő napokban. Az előttünk álló éjszaka viszonylag sok lesz felettünk a felhő, és a felhőzet a különböző szinteken is jelen lesz majd. Ez azt jelenti, hogy az alacsonyabb szinteken is képződik majd rétegfelhőzet, illetve elsősorban a kevésbé felhős észak-dunántúli részeken pára, illetve köd is előfordulhat majd. A minimum hőmérséklet általában 7 és 12 fok között várható, de a kevésbé felhős részeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Napközben eleinte még felhősen indul a nap, de ez a réteg felhőzet fokozatosan zsugorodik, szakadozik, és egyre nagyobb területen ki fog sütni majd a nap, ám átmenetileg északnyugat felől magas szintű felhőzet érkezik, ez pedig zavarhatja, szűrheti majd a napsütést. Kisebb eső, zápor eső előfordulhat, de jelentős mennyiségű csapadékra nem kell készülni. A csúcshőmérséklet általában 16 és 20 fok között várható, ez az átlagosnál egy kissé melegebb időt jelent majd. A következő napokban is hasonló lesz majd a helyzet, a párás ködös reggelek után egyre inkább szakadozásnak indul a felhőzet, néhol azonban ez a réteg felhőzet megragadhat, ott pár fokkal hűvösebb időre számíthatunk. Sőt, a következő napokban, csütörtökön, illetve pénteken még egy-egy fokkal emelkedik is a hőmérséklet, illetve szombaton, illetve a jövő hét elején fokozatosan egyre melegebb léghullámok érkeznek majd a magasba. Ez azt jelenti, hogy már egyre nagyobb területen átlépjük majd a 20 fokot, sőt a jövő hét elején akár még a 24-25 fokot is elérhetjük majd. Ezt mindjárt megmutatom a futóáramlás ábráján, hogy mit is jelent ez. Ezen az ábrán a magas szintű futóáramlás, tehát a jet streamet láthatjátok. Jól látszik, hogy ez meg fog majd erősödni itt az Európának a középső, majd egyre inkább az északi felén. Ennek hatására egy viszonylag stabil időjárási helyzet jön létre, és ide a Kárpát-medencében zavartalanul áramlik majd a melegebb levegő, de a jövő hét közepétől, illetve második felétől ebben a jet streamben keletkezik egy kisebb zavar, ez pedig kisebb fajta változás jelez előre a jövő hét második felétől. Vannak olyan időjárási forgatókönyvek, amelyek lehűléssel kecsegtetnek, de ez a jet streamen történő változás mindenképp azt jelzi előre, hogy valami történni fog majd a jövő hét második felében. Addig viszont ki fog tartani a vénasszonyok nyara, így tehát élvezzétek ki ezt a kellemes időt. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel csatornáinkra, dobjatok egy lájkot, emellett pedig legyen szép napotok, sziasztok!